Óriási taps fogadta a Művédési Házban a sokak által kedvelt egykori bemondót, sokoldalú televíziós személyiséget, szerkesztő műsorvezetőt, Endre Juditot, aki korhatártalanul 50 után is aktívan című könyvét mutatta be a közelmúltban. Könyvének fő célja, hogy rávegye az embereket, hogy saját maguk akarják jobbá tenni az öregségüket. A beszélgetés családias hangulatban zajlott, a nézők feltették kérdéseiket is. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Derecskevárosi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében és nevében. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben Endrei Judit műsorvezetőasszonyt, aki most egy nagyon fontos apropó miatt jött Derecskére, korhatártalanul, és ha végignézek a termen, akkor azt látom, hogy valóban korhatártalanul vagyunk, mert vannak itt fiatalok, vannak még fiatalabbak is. És akkor, ha jó műsorvezető akarok lenni, be kell mutatkoznom, Zsáka Ildikó vagyok. Engem kértek meg, hogy moderáljam ezt a mai estét, és akkor már is egy személyes dologgal szeretném. Először köszönök. Na, jó. Jó estét kívánok, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm szépen, hogy ebben a kánikulában ilyen sokan beülnek ide, és itt főnek majd velünk. Igazából addig szeretnék eljutni ezen a mai estén, hogy mindannyian belássuk, hogy Endrei Judit és mi valahol egylényegűek vagyunk. Olyan módon éli az életét, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk számára példaértékű, hiszen mindannyian öregszünk. Hát kösz, Ildikó! Ez így jól esett az elején. Onnan kezdeném, hogy egész fiatal koromban tévéfüggőségben szenvedtem. Ez a kamaszkorom volt, a 80-as évek közepe, és jöttek a műsorok, és én nagyon-nagyon örventem azoknak a műsoroknak, mert ezek legfőképpen intellektuális műsorok voltak. Biztosan emlékszik rá mindenki az Ablak című műsorra, persze. Mindenki látta a tévéhíradót, ahol Endrei Judit műsorvezető volt, aztán a homokórában is elég gyakran megnyilvánult ő, de nem szeretnék ennyire előre szaladni. A tévéfüggőségem az úgy nagyon elmélyítette, hogy őt nagyon tetszett nekem, és nagyon szerettem. Viszont én akkor is megfogalmaztam magamban, hogy ki van emögött az arc mögött? Ki ez az ember? Honnan jön? Milyen gyerekkora volt? Honnan származik? És én úgy szeretném, hogyha ezt elmondanád. Igen, beszéljünk egy kicsit a gyerekkoromról. Én egy igazi vidéki falusi kislány voltam. Nem ilyen szép alföldi részen gyerekeskedtem, mint ahogy most így az elmúlt két nap, másfél nap során így meggyőződtem, hiszen Egri Katónál vendégeskedünk a húgommal tegnap óta, és egy nagyon szép sétát tettünk a hosszúpályi erdőben, és hát olyan élmény volt ez a ma délelőtt, hogy tényleg, pedig szép helyen lakunk, mert Szentendre szép hely, hegyek, erdők, mező, minden van. Ahol én gyerekeskedtem, kiállt már úgy Szolnok, Törökszent Miklós, hát ott úgy sík vidék, tehát ott nincs, nem hogy kerekerdő, ott három akácfa együtt, nagyjából ez a kerekerdő. És síkság, és messze látni. Egy nagyon pici faluban nőttem fel, 21 éves koromig ott laktunk, édesanyám iskolaigazgató volt, édesapám a TSZ-ben főkönyvelő. Az iskola volt a falu közepe, nem volt templomunk se, tehát annyira pici volt ez a falu, mondtad. A régi falumbeliek nem szeretik, ha így jellemzem, de olyan igazi jellegtelen kis falucska, tehát semmi olyan nem volt benne, kivéve az iskolát, ahol ugye mi laktunk. A természet közelében, a természetben zajlott a gyerekkorunk jó része, hiszen miénk volt a határ, nyargaláztunk, elmentünk, pláne egy nyári időszakban, most tényleg így felidéződik. Emlékszel, Erika, a lavort kitettük reggel, a nagy lavort megtöltöttük vízzel, az úgy délutánra a nap melegétől kicsit langyos lett, na hát ez volt a strandot nekünk. Tehát ha a gyerekkoromra emlékszem, akkor ez a végtelen szabadság, a természetközeliség, a sok játék, télen-nyáron tele volt az iskola udvar barátnőkkel, fiúhaverokkal, tehát a játék. Ami azért mégis, hogy mondjam, így gyerekként
szintén jelen volt az én életemben. Hát mivel édesanyám iskolaigazgató volt, természetesen Kurdics Juditkának, jó kislánynak is kellett lenni. Jól is kellett tanulni, és ehhez még jött ráadásul egy szigorú apa, édesapám, aki ha én 4-est vittem haza, akkor már azt mondta, hogy na hát ezt írasd alá anyáddal, ezt én már nem írom alá. Tehát egy igen szigorú, és azért a házi munkában nagyon komolyan részt kellett vennem. Disznaink voltak, disznóolat takarítottam. De azért úgy mindenből végül is játékot csináltam. Tehát mikor apukám azt mondta, hogy ki kell menni a háztáiba levágni a lucernát, lehet, hogy más gyerek morgott volna érte. Én megmondtam a barátnőknek, hogy eljöttök velem, játszunk közben, levágjuk, bezsákoljuk, hazatoljuk, de együtt leszünk. Tehát ilyen körülmények között zajlott az én gyerekkorom. Egy kedves barátnőm szokta mondani, hogy nem mindegy, hogy egy családban egy gyerek fejére egy féltégla esik, vagy egy Thomas Mann kötet. Hát ha nem is Thomas Mann kötet, de a mi családunkban azért könyvek potyogtak, most így ilyen idézőjelesen mondom a fejünkre, mert sok könyvünk volt, sokat olvastunk. Édesanyám egy ilyen hihetetlen energikus a falu közéletében, ugye iskolaigazgatósága mellett énekkart, színjátszócsoportot, tehát mindent csinált, és apukám játszott velünk sokat. Tehát esténként mindenféle társas játékot. Tehát ez úgy ma meglepő, mert ma inkább az a felállás, ugye? Mert itt is látom derecskén nőuralom van, ahogy így körülnézek. Vagy az én személyem nem vonza az urakat, ez is lehet. Úgyhogy nagyjából ilyen gyerekkorból nőttem én ki. De nagyon, tehát nagyon jó szívvel, nagy szeretettel gondolok vissza a gyerekkoromra. És aztán jöttek az iskolák, a főiskola és a rendes specializáció és a tévé. Erről halljunk egy kicsit, mert azt gondolom, ez nagyon ismerős. Hát nézd, ugye a tévé az, nyugodtan kimerem mondani, így az álmaim, vágyaim között se szerepelt. Most itt nagyon örülök, mert az én korosztályomhoz képest azért jó sok fiatal is van, és ez ennek mindig örülök, amikor fiatalok is beülnek egy-egy ilyen találkozón. De akik velem nagyjából egykorúak, emlékeznek rá, hát micsoda csoda volt az életünkben a tévé megjelenése. És a faluban nem nekünk volt először tévénk, hanem a Piroska néni szomszédasszonynak, ahova tényleg szó szerint a hugommal, kissámival így esténként átmentünk. Ott Piroska néni már dunyha alatt aludt, mi még a monoszkópig néztük az adást, mert olyan csoda volt, tehát hogy egy Kudlik Julival én valaha találkozhassak, vagy Eszterrel, Marikával, tehát ez így a vágyaim között se szerepelt. A főiskolán Szegedre jártam magyar-orosz szakra, és úgy jelentkeztem a tanárképző főiskolára, hogy nem akartam pedagógus lenni, holott pedagógus környezetben nőttem fel, vagy töltöttem a gyerekkoromat, de nem akartam, egyszerűen csak tanulni akartam, és mondjuk ez a két szak volt, ami nem akarom hosszú lére ereszteni, de ugye én érettség után 2 évig dolgoztam, mert nem vettek fel rögtön oda, ahova eredendően jelentkeztem, orosz-francia szakra, és akkor mikor már annyira akartam tanulni, akkor majd, hogy nem mindegy volt, csak valahova vegyenek fel, hát így kerültem Szegedre. És nincs közöttünk véletlenül olyan, aki orosz szakos tanári végzettségű? Időnként szoktak lenni. Nem fogok parusztiga már így. Nem kell félni, mert sajnos a legtöbb ugye a főiskolai társaink közül is, hát senki nem beszéli már az orosz nyelvet, mert ugye jött a rendszerváltás, és akkor a rendszerváltással együtt az orosz kultúra is lapátra került, ami hát szerintem nem helyes, de mindegy, így történt. Tehát az én volt csoporttársaim is, ki angol, ki német szakos lett. Tehát én vagyok az egyetlen közülük, aki hát elég jól beszélek, tehát nem lehet eladni oroszul. És kint voltunk 3. éven részképzésen Vlagyimirvárosban, ez Moszkvától 200 kilométerre, és ott egy főiskolán tanultunk. Ugye, ha most valaki belegondol, hogy milyen nagy ajándék volt ez abban az időben, hogy fél évig anyanyelvi környezetben,
nem kellett fizetnünk érte, tehát ez egy fantasztikus dolog volt. És hazajöttem erről a részképzésről, és vizsgáztam egy kedves tanáromnál 76. január végén, és mikor levizsgáztam, itt jó melegünk lesz. Ugye nekem, én már érzem, na mindegy, lehet, hogy az ajtót, ha megnyitjuk, vagy ablakot. Hát csak, hogy legyen egy kis légmozgás, mert az önök kedvéért szépen kisminkeltem, de úgy érzem, ahogy folyik le rólam. Köszönöm. Hát az engem nem zavar. Persze, majd túlkiabálom. És akkor szépen a tanár úr beírt a jó jegyet az indexembe, és a végén rám nézett, és azt mondja, hogy mit csinál maga Judit esténként? Hát mondta így magamban, hogy elég helyes a tanár úr. Én is helyes kislány vagyok. És aztán, hát rögtön folytatta persze, mielőtt ez a gondolat tovább fokozódott volna a fejemben, hogy mert hogy Szegeden alakul az első, egyik első körzeti stúdió itt Magyarországon, és bemondókat keresnek oda fiatal lányokat. És érdekes, hogy akkor se az jutott eszem, hogy hú, hát én majd látszódnék a tévében, meg jaj, hát majd ismer. Rögtön az jutott eszembe, hogy na hát akkor egy kis ösztöndíj kiegészítésre majd milyen jó lesz. Édesanyám még akkor építkezett a család, nem volt túl könnyű anyagi helyzetünk, és Szegedről 5 lányt hoztak, vittek el Budapestre, hát a divatos szóval ugye ezt castingnak nevezik, egy ilyen válogatásra, megnézésre. És én a kis vidéki, falusi kislány, ilyen olyan kis gyámoltalanka, és mondhatnám, hogy olyan kis mulyácska, olyan kis gátlásos, talán ez a legjobb szó, leányka voltam. De azon a napon, pont azért, mert biztos voltam benne, hogy na, az 5 lány szebb is, okosabb is, csinosabb is, verset mondanak, szerepelnek, hát biztos nem engem választanak, tehát akkor meg mind izguljak. És hát lezajlott ez a válogatás, és kiüzent egy valaki, akiről később kiderült, hogy ő Fischer Sándor, talán emlékeznek még, színészeket tanított, tévéseket, rádiósokat, és kézent a tanár úr, hogy csúnyán is beszél, de ezzel a kislánnyal megpróbálkozik. Hát ez voltam én. Úgyhogy 76 márciusa volt, és valóban nyugodtan köhögél, mert tudom, hogy ha az ember visszaszorítja, akkor még jobban kell. Üssek a hátadra? Agyon csapatunk, és nem lesz, aki beszél velem. Úgyhogy elkezdődött egy, mondhatnám, kemény munka, mert tájszólásom nem volt. Tudok itt családban mind a mai napig kenyeret kérni, szóval tudom ezt a zárt elhangot produkálni. Inkább nagyon a mainál jóval lassúbb beszédű voltam, és magasabb hangfekvésem volt. De az, hogy én mindig emberis tanuló voltam, ez nekem nagyon sokat segített. Mert hogyha tanár úr feladott feladatnak valamit, így emlékezetes, hogy na, toldi előhangja, következő alkalomra mondja el ezerszer mélyített hangon, fürdőszobában kiabálva mély hangon, akkor én az biztos, hogy ezer egyszer elmondtam. Tehát ez az eminensség, ez megmaradt egész életemre. És akkor 76. novemberében mutatkoztam be a képernyőn Szegeden, és akkor azóta így szem előtt vagyok. Említettem, hogy mik voltak a fő műsorok, ha még meg nem fulladok, de egy különlegesen nagy élmény volt számunkra. Szerintem így áll valamit, nyugodtan nézd. Nem baj, így áll, valami biztos félre csúszott. Hideg víz nem segít. Tehát egy különleges élmény volt az én életemben, hogy szinte egyszerre szültük a gyerekeinket. Csak te fiatalon, én meg már nem annyira fiatalon. Igen, 90-es évek elején születtek a lányaim, és születtek Endrei Juditnak is a lányai. Adok neked. Olyan vagyok, mint a cukros bácsi, csak nénibe. Női táskában minden belefér. Jó, és hát volt egy különleges műsor, ami nekem nagyon megható volt, ez a Gólyahír műsor. Beszélsz nagyon aranyos volt, igen. Én nagyon, nagyon szerencsésnek érzem magam, mert ugye a bemondók egy bemondó fülkébe, mondjuk így bezárva
töltötték az életüket. Most a bezárva nyilván nem kulcsra zárták le, de hogy ez egy nagyon zárt, nagyon magányos munka volt. De én valahogy kezdettől fogva, tehát ahogy Budapestre kerültem Szegedről, nagyon hamar kiléphettem ebből a bemondó. Tehát bemondó voltam én 76-tól 89-ig, de mindig voltak az életemben, tehát mindig hívtak külső műsorokba. És ilyen volt a Gólya Hír is. Nagyon szerettem ezt a műsort. Ez arról szólt, 9 hónapig tartott ez a műsor. Most arra már látod, nem emlékszem, hogy 2 hetente vagy havonta jelentkezett. Szerintem havonta. Tehát minden hónapban egyszer. És akkor kis játék volt, kis vetélkedő, de tanulhattak persze a tévé előtt ülő leendő anyukák, apukák, és úgy teljesedett ki a műsor, mint ahogy egy leendő anyukának a pocakjában növekedett a kisbaba. És az utolsó záróadás az nagyon, hát mindegyiket szerettem, én nagyon szerettem ezt a munkát, amit ugye televíziózásnak hívnak. És hogy mondjak egy példát, ugye, hogy így nézzük a kisgyerekeket, és ne, sokszor elfáradunk abban, hogy nézzük őket, nem? Mert oda szalad, visszaszalad, kiszalad, beszalad, előre szalad, visszaszalad. És csináltak egy ilyen játékot, hogy az belerakták kisgyerekeket járókába, vagy egy elkerített részbe, és a másik elkerített részben az apukáknak ugyanazt kellett csinálni, amit a kisgyerekek csináltak. És a kisgyerekek órákon keresztül, apukák meg ilyen fél óra múlva kidőltek, mert nyilván az ő testméretükhöz képest medicinlabdával, meg futkározni, úgyhogy ez csak ilyen kedves emlékként megmaradt, de szerettem ezt a műsort is nagyon. Mint ahogy én mindent szerettem, tehát minden műsort, nagyon jó csapatokban dolgoztam, nagyon, nagyon jó tévés kollégáim voltak. Lehet erről tudni név szerint, hogy kik voltak? Hát nézd, egyrészt Horváth Jánost mindig megemlítem, mert őt igaz, és örülök, hogy többen bólintanak, tehát emlékeznek rá. Őt igazán a mentoromnak tekintem, a szó klasszikus értelmében, mert ő egész kezdő bemondó voltam, kezdő televíziós voltam, és Horváth János, Vizinger István és Vitrai Tamás elindítottak nekünk fiataloknak egy stúdiumot, egy évig tartó, és én a János csoportjába kerültem. És ő nem az a fajta ember volt, aki nem tudom, így dicsért volna, vagy... Tehát dolgoztunk, csináltuk, tettük a dolgunkat, és először akkor éreztem, hogy úgy figyel rám, vagy istápol, mondjuk ilyen szép szóval, amikor a Homokóra, az volt az első élőadásom, így élőben dolgoztam én bemondóként, csak más a bemondói munka, más a műsorvezetői munka, és akkor egyszer csak az adás előtt megjelent János, hogy mondjam, azzal a támogató jelenléttel, hogy akkor ő itt van, és akkor ő engem támogat abban, amit majd csinálni fogok. Aztán a következő ilyen, nem tudom, emlékeznek-e a hétvégéig. Az volt egy nagy áttörés az én pályámon is, de szerintem a magyar televíziózásban is. Ez amikor szombat délelőtt reggel beültünk a stúdióba Jánossal együtt, és a műsorok között beszélgettünk, konferáltunk, reagáltunk. Éppen most nagy rendrakásban vagyok, és előkerültek régi fotók. És ahogy ott ülünk a stúdióban. Tehát őt mindenképpen megemlíteném. Nagyon jó kollégám volt például Déri János. Tehát nem mondhatnám, hogy barátok voltunk, hiszen én nem alakítottam ki tévés barátságokat, mert tehát én nagyon lelkiismeretesen dolgoztam, de én mindig haza is mentem utána. Tehát nem tartoztam bele klikkekbe, csoportokba, de tehát Jánossal is szerettem. Sokat dolgoztam Fodor Jánossal, sokat dolgoztam Papp Bandival, emlékeznek a Sűrű Bajuszossal. Tehát a nők közül, hát ugye a bemondó kolléganők ezt sokszor gondolhatták róluk, hogy hú, hát ennyi lány együtt, na ezek biztos irigykednek, meg féltékenykednek, meg a fiatalabbak, meg a nem annyira fiatalok. De soha ilyen élményem nem volt, hogy valaki az idősebbek közül esetleg olyan
ferde szemmel nézett, hogy mit keres itt ez a kis fiatal, de bennünket, fiatalokat sem jellemzett az, hogy az az érzés lett volna bennünk, hogy na hát miért nem ülhetek én már a, nem tudom, a Kudlik Juli helyén, vagy a... Tehát valahogy ez a tisztelet megvolt, és persze ehhez kellett egy nagyon jó főnök asszonyunk is, aki úgy szépen megadta mindenkinek, kinek mi jár. Tehát, és akkor ez a szépen a hierarchiát is tisztelettel néztük. És egyszer csak vége lett. Hát vége, mert úgy döntöttem, hogy legyen vége. Azért lett vége, tehát most ugye szeretettel és lelkesen mesélek ezekről az évekről, hiszen ez 22 év, 76-tól 98-ig, ugye ez egy nagyon, igazán mondhatom, egy szép pálya, teljes pálya, sok műsorba hívtak, igazán mondhatnám, elkényeztetett televíziós voltam, tehát nem kellett kopogtatnom, hogy jaj, akkor most ide vagy oda hívjanak, mindig hívtak, mindig kaptam feladatot, és mégis 97. januárjára ott álltam, mondjuk ki, munkanélkül. Tehát alkalmazásban voltam a televízióban, de egyszerre szűnt meg minden műsor alólam. Nem gondoltam azt, hogy itt most ellenem valaki valami merényletet elkövet, és teltek a hónapok, és szembesültem vele, hogy nincs új felkérés, nincs új feladat, és egyszer csak elkezdett bennem megérni az a gondolat, hogy én nem szeretnék egy ilyen öregedő, megtűrt, csalódott, még mindig a csodára vár, hogy hát ha majd hívnak, hát ha majd kérnek, hát ha majd kapok. És ebben a döntésemben, hogy elmenjek a televízióból, Erika húgom nagyon sokat segített, hiszen ő akkor már elkezdte ezt a mára kiteljesedett munkáját tanácsadóként, trénerként, coachként. Mondhatnám, hogy rajtam gyakorolt, mert akkor még igaz, de hála Istennek, hogy gyakorolt, mert ő nagyon erősen azt erősítette bennem. Én akkor voltam ugye 98-ban 45 éves, tehát középkorú, és ha valaki már túl van ezen a koron, ugye tudjuk, hogy középkorúan mindent tudunk a szakmákról, nem? Tehát, hogy akkor a világ szekerét, bocsánat, kedves hangmérnök úr, ha itt van valahol, hogy bocsánat, csak lepofoztam a mikrofont, úgyhogy... Tehát, hogy mindent tudunk a szakmánkról, mindent elbírnánk, mindent megtudnánk, és amikor pont akkor érzi meg az ember azt, hogy nem számítanak rá, nincs új feladat, akkor az egy rossz érzés. És Erika azt erősítette bennem, hogy igen, az ember középkorúan is még bármibe belekezdhet, bármi újba. És akkor végül nem volt könnyű meghozni ezt a döntést, tehát nagyjából olyan volt az elbocsátó levelem megírás, amikor Tatjana írta az anyeginek a levelet, hogy Jakvám Pisú Csivózse Bólem, igen, úgyhogy... És meg kell mondanom őszintén, hogy nem kapaszkodtak belém, nem tartottak vissza, nem mondták azt, hogy jaj, Juditka, maradj, majd lesz, és bízom benne, hogy elhiszik most önök nekem, hogy a lányaim születése után a legjobb döntésnek tartom, hogy eljöttem. Tehát gyönyörű 22 év volt, de ezt az azóta, ugye 98-19 évet nem cserélném el semmilyen televíziós karrierért. Mert annyi szép, új dolog, annyi, sokkal több küzdelem és sokkal több nehézség volt ebben, vagy van ebben, de örülök, hogy meghoztam akkor ezt a döntést. Hát köszönjük, hogy így döntöttél, mert a legújabb könyv, ami 2015-ben született, illetve akkor adták ki, nagyon fiatal nőt láthatunk. Hát figyelj, ez pedig akár hiszed, akár nem, ez a 2015-ös fotó. Tehát néha össze tudom még kapni magam. Na jó, egy kicsit a fotós megsimogatta, hogy szóval azt szoktam mondani, mikor fotóznak manapság, hogy én belőle ne csináljanak 20 éveset, tehát nyugodtan hagyjanak ráncokat, nyugodtan hagyjanak némi tokát, tehát ez van, hát most. És akkor jött 7 könyv. Aha.
És akkor most beszéljünk ezekről a könyvekről. Igen. Azt gondolom, hogy mind külön-külön egy szót érdemel, mert annyira sokrétű, és mégis annyira egységesen egy dologhoz juttat el minket, a korhatártalanulhoz. Örülök, ha ezt így látod. Én így gondolom most. Én nagyon szerettem gyerekkoromtól kezdve olvasni. Tényleg nagyon fiatal, tehát egész kisgyerek, tehát általános iskola elejétől kezdve olvastam. De megint csak azt mondom, hogy az a vágyam, az a gondolatom, hogy egyszer majd egy olyan könyv, hogy ott lesz, hogy Endre Illit, soha nem merült fel bennem. Én beszélni, mesélni, ugye a tévés szakmám is a beszédre épült, tehát én ezt nagyon szeretek. Én szeretek színesen mesélni, könnyen beszélek. Írni tévés koromban kaptam néha felkérést arra, hogy nem tudom, egy interjút vagy egy cikket írjak meg. Azzal mindig küzdöttem, mindig nehezebbnek éreztem, hogy akkor leírok valamit, és akkor az majd egyszer nyomtatásban. És amikor a tévézést abba hagytam, 98. október 16-án, nagyon hamar egy kedves baráti házaspárral vacsoráztunk, és elhangzott a pár férfi tagjától a kérdés, hogy mondd, Endrei, miért nem írsz te könyvet? És akkor úgy mondtam, hogy hát az én életem se nem olyan botrányos, se nem olyan színes, hogy könyvbe illene, de ott maradt a fejemben ez a gondolat. Mégpedig azért, mert nem tudom, ki tud velem ebben azonosulni, én kislány korom óta hihetetlen, misztikus izgalommal készültem az ezredfordulóra. Tehát, hogy én ezt úgy elgondoltam, hogy azért az emberiség történetében ez viszonylag keveseknek adatik meg, hogy majd egyik évezredből a másikba. Hát most pontosan tudjuk, hogy semmi nem változott, minden ugyanúgy folytatódott, nem omlott össze se számítógépes rendszer, se semmi. És akkor az első könyvem, az Anno 2000 végül is mondhatnám úgy, hogy kicsit olyan lenyomata annak a világnak, gondolkodásmódnak, ami az én világom egyáltalán, de legfőképpen abban az időben egy ilyen nagyon színes, nagyon sok mindent összegyűjtő, minden kicsit túlzóan sok mindenről szóló könyv lett. Utána jött a Mindörökké nő. Én sok éven keresztül csak a nőket képviseltem, mint hogy persze ma is azért nagyobb erővel képviselem a nőket, de a korhatártalanulban azért a férfiakat is végre behúztam így mellénk, nők mellé. Az egy nagyon szép, nagyon komoly munka lett, mert a női létnek minden része, tehát attól kezdve, hogy a nők történelme, a női létről, nagy történelmi asszonyok, egészség, sok-sok interjú, nem csak hírességekkel, hanem olyan nőkkel, akiket én értékesnek tartok a személyiségük, munkájuk miatt, az is szép munka volt. Akkor jött a Sztárdiéta. Szerintem az is egy jó kis könyv lett, mert az egészség megőrzés az már ugye jó ideje, ugye az én fókuszomban van. Legfőképp ugye a televíziós munkáim során kezdődött el ez a figyelem kélesedés, aztán a gyerekek, ahogy megszülettek, ez tovább erősödött. A Sztárdiéta azért nem lett egy kirobbanóan sikeres könyv, mert Norbinak akkor jelent meg az első könyve. És ugye neki azért így a marketing lehetőségei, biztos ügyesebben is csinálta, jobban is tett. De aki azt a könyvet kézbe veszi, használja, szórakozik is, és azért okosodik is benne. Akkor jött a Mindörökké férfi. A férfiakról nem szándékoztam könyvet írni, pont azért, mert én azért így a nőket képviselő valaki vagyok, de aztán mégis úgy megsajnáltam őket. Nem, komolyan, nem, végül is a világ valahogy úgy kerek, hogy férfiak, nők együtt teljesedjenek ki, vagy együtt tegyék teljessé a világot. Szerintem egy szép, jó és tartalmas könyv, de talán, hát ha most ilyen nagy önkritikával és nagy őszintességgel mondom, talán az lett a legkevésbé sikeres könyvem. Bár ne legyek magammal igazságtalan, ott még a könyvkiadás terén való tudásom azért elég gyerekcipőbe járt. Tehát ma Magyarországon
könyvkiadók, ha csak nem valami botránykönyvről van szó, de nagyjából ilyen 2000-2500 körül adnak ki egy könyvet. Na most én a mindörökké férfiből, mert hogy az előző könyveim nagyon szépen elmentek, kiadtam 8000-et. És hát, szóval az nem tudom, hogy miért nem, hogy a nők saját magukról szeretnek inkább olvasni, vagy a férfiak nem szeretnek annyira olvasni, mindegy, pedig jó könyv. Akkor jött az aforizma könyv, hát azt imádtam csinálni, kis tímmel dolgoztunk azon is. Nálunk sok éven keresztül, míg úgy többen ültük körül a karácsonyi asztal, éveken keresztül csináltam, hogy mindenkire kerestem ilyen személyre szabott kis idézetet. És az kis dióba belezártam, vagy arany, vagy ezüst festékkel leszórtam, és akkor a szentestéi vacsorának az mindig egy olyan kedves pillanata volt, hogy vagy nevettünk egy jót az idézeten, vagy éppen megkönnyeztük. És akkor egyszer így készültem a karácsonyra, és szembesültem vele, hogy a piacon lévő legtöbb aforizma könyvben mondjuk 98%-a férfiaktól van, és mi nők valahogy kimaradunk. És hát ugye felerősödött a női önérzetem, és akkor szépen gondoltam, legyen akkor egy női aforizma könyv. Szerintem egy nagyon kedves, nagyon szórakoztató, nagyon szellemes, nagyon bölcs, nagyon sok érzelemmel teli, tehát szeretik az olvasók. Aztán jött a kemény üzenetek, az megint egy különleges munka volt. Dr. Kemény Dénes, aki ugye fantasztikus eredményt ért el, és ő hál' Istennek partner volt a megkeresésre, hogy csináljunk együtt egy könyvet, és nagyon sikeres lett, nagyon-nagyon, és tehát annak a könyvnek az az értéke, hogy nem egy sporttörténet és nem sztori gyűjteménye, hanem ő fantasztikus vezető. És nagyon sokan vették meg olyanok a könyvet, akik jobb vezetők szeretnének lenni az életükben. Mert hogy erről szól a könyv. És akkor el is értünk az én újszülöttemhez, a hetedikhez. Mert hogy hétszerzős író, Endre Indit, és saját könyvkiadót alapított ezeknek a könyveknek a gondozására. Azért ennek a kiadónál álljunk meg, mert most valószínűleg önökön átvillan az, hogy ó, hát kiadója van az Endre Inditnak. Hát ez egy egyszemélyes kiadó. Tehát a múltkor is valaki telefonált, hogy kérem, kapcsolja a kiadó vezetőjét. Mondom, személyesen én vagyok az. És azért, hogy mondjam, az egyszemélyes kiadóságba az is belefér, mikor a mindörökké nőkönyv nem... Tehát az egy jó vaskos könyv, nagyjából, mit tudom én, majdnem egy kilónyi, olyan tekintélyes, és meghozták a nyomdából a könyvet. Hát... másfél tonna volt a teherautón, és mondom a sofőrnek, na akkor hol van a kollégája, akivel majd így szépen lepakolják? Hát kollega nincs, és ketten pakoltuk le. Szóval ezt jelenti a kiadója van az Endre Juditnak. Úgyhogy legalábbis gondozza a saját szellemi termékét, és ez úgy éreztem, amikor végignéztem az ő életútját, eddig életútját, hogy a Korhatártalanul című könyvben mintegy összefoglalja, megkoronázza, vagy legalábbis elér egy olyan állomásra, ahova mindannyiunknak el kéne érni, ugyanis rájött arra, hogy idősödünk, és ezzel kezdtük, idősödünk, és idősödni jó. De hogy ez miért jó? Erről beszélnél nekünk egy kicsit? Hát ugye nagyon kedvesen az elején is valahogy úgy vezet, hogy példa lehetek. Én nem szeretnék példa, mert most ha valaki önök közül ülne itt kint korombeli, és elkezdene mesélni az életéről, ugyanúgy meglennének azok a pontok, hogy megküzdött valamiért, sikeresen létrehozott valamit, átélt egy kudarcot, túlélt. Tehát nem, én csak annyiban vagyok más, hogy a szakmám miatt, ugye a televíziós szakmám miatt ismert ember lettem. De semmiben nem vagyok példaértékű, mint mondjuk, mondom, itt bárki, aki itt ül. Ezt fontosnak tartottam azért elmondani.
Hogy miért jó idősödni? Igen, néha néznek rám, hogy normális vagyok én, mikor azt mondom, hogy öreged, hogy jó, hogy öregszünk. Barátnőknek szoktam mondani, hanem a gyerekek, élünk, egészségesek vagyunk, működünk. Hát gondoljuk csak el, és akkor nem akarok ilyen szomorúságot behozni, de hát hányan nem élik meg azt a kort, amit mondjuk most mi itt, akik itt vagyunk. Tehát ez egy jó dolog. És én tehát így próbálom ezeket az éveket élni, hogy hát ez egy természetes folyamat, hát önök is itt élnek a természet közelébe. Ugye én egy falusi lányként végigéltem ezt a folyamatot, és elfogadom az életnek ezt a rendjét, hogy elvetjük a magot, hogy abból egy kinő egy kis növényke, hogy aztán kalászba szökken, hogy aztán learatják, és aztán szépen, ami marad, ugye visszakerül a földbe, és kezdődik ez a körforgás. Hát velünk emberekkel is így van, bármennyire szeretnénk 100 évig élni, akár ugye biológiai, tehát a mai tudomány szerint akár 130 évig is élhetnénk. Nyilván a hosszú élet akkor lenne jó, igaz, hogyha egészségben élnénk hosszan, mert azért minden áron hosszan élni az azért mégsem lenne olyan jó. Rögtön hadd mondjak néhány példát, hogy mi a jó az idősödésben. Az egyik példa, van egy nagyon kedves barátnőnk, 69 éves. És valamelyik nap volt a születésnapja, és felhívom, és mondja, hogy jót beszélgettünk, és mondja, hogy hát figyelj, én most bolondultam meg. Mondom, mi történt? Mit csináltál? Hát azt mondja, fiatal koromban én sportrepülő voltam, tehát röpködtem, de aztán hát az élet elsodort, férjhez menés, egy beteg gyerekvállalása, tehát sokat dolgozik, és ugye szépen elkezdett ő is idősödni, ott lakik Budaörs környékén. És azt mondja, annyit lesem mostanában a repülőket, hogy eldöntöttem, hogy újra beülök az iskolapadba, elvégzem azt a tanfolyamot, ami ehhez kell, és újra repülni fogok. És mondta aztán persze, hogy majd elviszlek titeket is. Hát mondtam, hogy mi a Boeingokban jobban bízunk, mint majd integetünk. De hogy ez egy nagyon szép példa arra, hogy attól, hogy idősödünk, attól még egy csomó szép és jó és akár új dolog az életünkben megjelenhet. A másik, és erről persze órákig tudnék mesélni, de megígértem, hogy aki színházba akar menni, színházba megy. És ha végig gondoljuk, hogy mi életünknek mely időszaka adja a legnagyobb szabadságot. Mikor megszületünk, kisgyerekek, gyerekek vagyunk, ki mondja meg, hogy mit csinálunk? Hát a szüleink, ugye? Utána bekerülünk az iskolapadba, megint ki mondja meg, hogy mit csinálunk? Hát a tanítónéni, tanárnéni, megírod, nem, felelsz, kimész, behozod, alá, igaz? Bekerülünk a munkavilágába. Ki mondja meg többnyire, hogy mit csinálunk? Hát a főnökünk, nagyjából 40 éven keresztül. És végre eljutunk a nagyjából így 50-60 körül a ki, mikor a nyugdíj, hát ki mondja meg, hogy mit csinálunk az életünkkel 10-20-30 évig, nem? Hát mi döntjük el? Én például az utóbbi időben nagyon élvezem, amikor nem kell útra kelnem, korábban elképzelhetetlennek tartottam, maximum néha a hétvégén egyszer-egyszer, hogy felébredek reggel, nem kell rohannom, megcsinálom a teácskámat, kis pirótós, kis könnyű reggeli, visszaülök az ágyba, könyvet veszek a kezembe. Most látom, irigykedve néznek a fiatalok, mert ők kipattannak csörgő órára, ugye, kedves fiatal? Na, hát jó annak, aki fiatalon is, hogy mondjam, a maga ura lehet, de azért azok vannak kevesebben, akik a maguk urai lehetnek, mert azért a legtöbben mindig valahol teljesítenünk kell, és mennünk, és időre. Tehát az idősödésnek ez egy olyan... tehát én, és persze mindenki úgy éli az idősödő éveit, ahogy neki jó. Nekem így jó. És ha valakinek ez szintén azt mondja, hogy hát tényleg így is lehetne hozzáállni, meg most őszintén, hát ki
tehát azért teljesen bolond nem vagyok. Tehát, hogy mondjam, olykor állok a tükör előtt, és nem tapsikolok, de jó, megint egy ránccal több, vagy de jó, ráállok a mérlegre, ó, megint egy kilóval több. Tehát az ember ennek azért nem örül, de hát azért nem ezek a lényegi dolgok az idősödésben, valljuk be. Na, hagylak kérdezni. Ez a könyv igen erősen. Én úgy olvastam, hogy eléggé elfoglalt vagyok mostanában, és nem volt annyi időm, hogy leüljek mindegy regényt, és végiglapozzam, hanem ott volt az ágyú mellett, belelapoztam. Ágyú? Kivel alszol? Férjem is elővette ezt a könyvet. Tényleg? És így egymás kezéből vettük el esténként. Igen, ez a Derecskei alma lé, meg megdé, igen. Tényleg? Ezt akkor... nem mi készítjük, de Derecskei. De azért jó. Na, hát ez igen, nem. Persze, ők a nagyobb ok miatt. Akkor megkóstolom. Igen. Lemeózom. Köszönöm szépen. Szóval úgy olvasgattam, hogy itt kinyitottam, ott kinyitottam, és a végén állt össze bennem, tehát nem egy regény stílusú. Nem. És hogyha erről egy picit majd mondanál nekünk, hogy ez egy szokatlan stílusú könyv, mert bárhol felcsaphatjuk, mindig egy napra való gondolkodást is ad, viszont a végén tényleg összeáll egy jó gondolattal. Ugye tulajdonképpen ezzel a korhatártalanul ezt az elnevezést találta ki a húgom, szerintem egy nagyon jó elnevezés, mert nem szeretem az idősödésre, amikor a ezüstkor, szépkor, aranykor, alkonyat, korkontroll, tehát nekem ezek ilyen rémisztő, nem? Most mosolyognak a jelenlévők, de nem, tehát ilyen rémisztő, ilyen negatív érzést kelt, és a korhatártalanul, vagy gyönyörűen benne van az, a szabadság, és benne van az, ugye most fiatalabbak is, vagy hozzám képest fiatalabbak is eljöttek, hogy mi nagyon szeretünk fiatalokkal találkozni, és nagyon szeretünk velük beszélgetni akár erről a témáról is. Tehát 10 éve kezdtük ezt el Erikával, ezt az ügyet képviselni, és ugye akkor egy picit hadd beszéljek arról, hogy mi indította el ezt az egész ügyet bennünk. És egy picit, akkor most ugrálok vissza a dolgokban, mert ha most valaki hall engem, akkor lehet, hogy már megfogalmazódott, hogy jó, hát ennek a nőnek könnyű, itt mesél, meg pozitív, meg lelkes, biztos mindig sikerül neki minden, őt nem érik kudarcok. Hát jelentem, ha nem ér minket egy kudarc, ha egy alig elindított vállalkozásunk nem csődöl be, soha nem kezdünk el ezzel a témával foglalkozni. Erikával, a húgommal indítottunk el egy nőknek, a női lét, a női harmónia, külső-belső harmónia. Tehát ebben indítottunk el egy vállalkozást, mindent fantasztikusan kitaláltunk, egy baj volt, hogy egy kulcsat se jött. Na most, hogy mondjam, eshettünk volna mély depresszióba, vagy rám, hogy mondjam, sírhattunk volna, zokoghattunk volna, mondjuk minket nem ilyen fából faragtak, és akkor valahogy abban az időben már kezdődött ez a, hogy idősödünk, egyre több idős ember, idősödik Európa, és úgy, meg hát én akkor már 50-en túl voltam, tehát végül is abszolút testhez álló volt, hogy elkezdjünk ebben a témában elmélyedni. És azt gondoltam, ugye a könyvpiacon nagyon, hát nem nagyon sok, de jó néhány olyan könyv van, ami az öregedésről szól. És bocsánat, Istenem, tehát egyik unalmasabb, mint a másik, mert ilyen tudományosan, ami ilyen túl okoskodva, igen szárazan beszél erről a témáról. Én meg azt gondoltam, hogy lehet erről úgy is, hogy van egy nő, én, aki szintén halad ezen az úton, szintén átéli azt, hogy belenéz a tükörbe, hiszen ugye pont így kezdődik, smink nélkül, festék nélkül, és akkor keresi azt a fiatal kislány arcot, aki valaha voltam, és már a szeme sem úgy csillog, már a ráncai is kicsit lelógnak, már azt hittem, amikor először felfedeztem ezeket a májfolt, ez vagy milyen öregségi folt, kezdtem dörzsölni, hogy hát biztos a hajfestés után ott maradt a, hát nem a hajfesték volt sajnos, hanem ilyen foltocskák. Tehát azt gondoltam, hogy ne csak arról szóljon, hogy fizikailag hogy öregszünk, vagy mit tegyünk azért, hogy mondjam,
hogy úgy idősödjünk, akár fizikailag, akár lelkileg, akár szellemileg, hogy az tényleg egy méltó idősödés legyen, hogy ne idő előtti idősödés legyen, ne egy ilyen, úristen, hát mondjuk anno az én számot is elhagyta épp a számítógép, nagyon nehezen barátkozta meg a számítógépet, tehát az én számot is elhagyta az 50-es éveim elején, hogy ó, hát erre a kis időre már minek ezt megtanulni. Hát ma már orrom koppintom, aki nekem ilyet mond így a barátnők közül. Egyébként is a könyve is benne van, hogyha egy idősödő ember azt mondja, hát én ezt nem tudom megtanulni, azt nem szabad elhinni, mert bármit meg tudunk tanulni, csak akarnunk el. Ki mesélte? Tegnap mesélte valaki anyukájáról a tegnapi hosszúpályi találkozó után, hogy az anyukája megtanult spanyolul, vagy olaszul, Andrea Bocelli az olasz. Megtanult olaszul, hogy értse, hogy az Andrea Bocelli mit énekel. Hát nem egy fantasztikus dolog? Hát bármit megtehetünk, hogy nagymamák, nagypapák tömegei tanulnak meg a számítógéppel foglalkozni, hogy a távolabb kerülő unokákkal kapcsolatba kerüljenek. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez egy elég kerekre sikeredett könyv, mert a testi, lelki, szellemi idősödés öleli át és foglalkozik vele. És akkor említetted, hogy a fiatalokkal is nagyon fontos a kapcsolat. Így van. És akkor a lányod megszólal az utolsó írásban. Hát a nagynak is meg volt a lehetőség, csak... Ő nem élt vele. Ő nem. Viszont nagyon érdekes az írás, amit ő közöl rólunk, idősödőkről, és típusokat állít fel az idősödő nők között. Erről beszélni egy kicsit? Hogyan? El kellett volna olvasnom most, hogy mit írt a Laura. Igen, ő aztán valami ilyet írt, hogy vannak, ő főleg a nőkről beszél. Tehát vannak nők, akik egyszerűen nem tudják elfogadni azt, hogy az idő múlik. És minden, hogy úgy mondjam, művi dolgot igénybe vesznek, hogy én nem ítélek el senkit. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy nem tudom, neki ki kell húzni a botorról. Hát tegyed, azért mondom, hogy én nem ítélem el, de most magunk között vagyunk, a fiúk most nem számítanak. De nők, hát most kedves nők, lányok, hát nem feltűnőbb, és ezt leginkább az amerikai sztárokon lehet, nem feltűnőbb, amikor egy nő húzza, vonja, operáltatja magát, már rég a bájos arca elveszett, és sokkal jobban felhívja a figyelmet arra, hogy öregszik, mint hogy egy normális, természetes, igaz? De mindegy, nem ítélek el senkit, nincs is jogom hozzá, véleményem mondjuk lehet. És akkor vannak azok, akik meg úgy valószínűleg Laura az anyukájára is gondolt, aki ezt elfogadja, és természetes folyamatnak tekinti. És nem tudom, talán van neki egy harmadik is, de az most nem jut eszembe, hogy mi. De nagyon aranyosan. Amúgy nagyon érdekes, itt megint egy picit hadd álljak meg, hogy mikortól gondoljuk azt, hogy na, akkor én most már öregszem. És erre vizsgálatok is vannak, és megint csak azért hozom szóba, mert ugye vannak fiatalabbak is köztünk. Tehát általában nagyjából egy 15, szűken 20 évet tolunk így magunk előtt. És most mindenki gondoljon vissza, ha nekem felidézem az én 20 éves koromat, pláne falun, hát megjelent ott egy 40 körüli, akkora csókolomokat köszöntünk, és na az már öreg. Mikor én úgy nagyjából 40-es lettem, és egy ilyen 60 körülit néztem, vagy hát ez már olyan öreg. Én most 64 vagyok, hát hol vagyok én még az öregedéstől? Tehát így viszonyulok hozzá, majd úgy 80 körül. És hogyha most egy őszhajú hölgy ül velem szemben, nem tudom, hogy ön hány éves, biztos, hogy nem tartja magát öregnek, hanem a, nem tudom, majd a 20 év múlva, ugye? Úgyhogy... Így van. Egyébként az is érdekes, hogy mit gondolnak, hogy a svédek mit mondanak arról, hogy mikor ér véget az ifjúság. Tehát, hogy mikor van vége az ifjúkornak. Mondjanak egy-két évszámot. Hát be lehet dobni, hát, hogy Svédország. Na, hát jó, elárulom, nem vizsgáztatom önöket. Úgy 31 néhány éves korban. Mit gondolnak a görögök, mit mondanak?
54 éves korban. Szóval nyilván közrejátszik a jó kis klíma, a jó kis vörösbor, jó kis étel, mediterrán konyha, de érdekes dolgok ezek. Csilla megkért engem, hogy mondjam be, vagy mondjam meg, hogy akik a Facebookon megosztották a rendezvénynek az időpontját, közöttük egy dedikált könyvet kell kisorsoljunk, most még mielőtt van, bár vége lesz. Miből húzzuk ki, vagy? És akkor már megismertük a kolléga őszjelző jelenlét. Ó, azt a mindenit, komoly. Facebook elég mondom, hogy majd Jakub én kívülhetjárt. Fölállsz? Megtapsolhatunk? Köszönjük szépen! Szeretném is várom, hogy megköszönni volt. Persze még mindjárt, hogy megcsinálnánk, hogy még elbeszéljünk. Köszönöm szépen. Jó, hát ez nagyon jó lesz. Köszönöm szépen.